reggeli, itt a 90.9 Jazzin, és a vonalban itt van velünk egészen pontosan a videós csatornánkon keresztül Pozsonyi Gábor, a Portfolion partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, szervusztok! Szuper, hallunk, látunk, és a Seonról beszélünk, amely egyik legizgalmasabb történet a magyar startup világban, annak apropóján, hogy néhány héttel ezelőtt kaptuk a hírt, hogy nagyon komoly befektetést kapott egy nyilván szűk területen ismert magyar cégről van szó, de nagyon hasítanak, úgyhogy érdemes róluk beszélni, meg hát nyilván a Portfolion szerepéről is. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy mivel foglalkozik a Seon, és mitől ennyire sikeres, hogyan pörögnek ők? A Seon internetes csalás megelőzéssel foglalkozik. Tulajdonképpen azt csinálják, hogy a digitális lábnyomod feldolgozásával megmondják, hogy mennyire vagy, mennyire valószínű, hogy csalni akarsz. ilyen egyszerű, amit csinálnak. Azt gondolom, hogy azért nagyon sikeresek. Egyrészt, mert nagyon remek a csapat, ez egy magyar startup. Másrészt meg egy olyan hullámon lovagolnak, ami az egész ultrasebességgel digitalizálódó világunkban egy nagyon, nagyon fontos kérdésre ad nagyon gyors, hatékony és frusztrációmentes választ. Ők maguk azt is mondják magukról, hogy demokratizálni szeretnék a csalás megelőzést, ami persze azt jelenti, hogy nagyon könnyen és nagyon nagyon olcsón elérhető egy teljesen világszínvonalú szolgáltatás. Hogy a csalás megelőzéssel kapcsolatban azt gondolja az ember, hogy a bankok meg a kártyatársaságok megoldják, tehát akik a Seonnak az ügyfelei, a bankok, kártyatársaságok, vagy pedig a szolgáltatók, webshopok? Szolgáltatók, webshopok, de Dél-Kelet-Ázsiában microfinance intézmények, online kaszinók, az e-gaming, az egy óriás trend, e-gaming szolgáltatók. Uh-huh. Oké, okay. És hol tart a finanszírozása a cégnek, illetve az eredményessége a cégnek? Mert hát most így, kb. Én 5 éve tudom, hogy ők mennek fölfele, és léteznek, és egyre sikeresebbek, de pontosan mikor alapították őket, illetve hogyan jött ez a mostani március közepi befektetési kör, és mekkora volt? 2017-ben alapították. Akkor csak 4, igen. Egy Kádár Tamás és Jendurszák Bence nevű, én úgy tudom, hogy egyetemi barátok, akik egy kriptovaluta kereskedő platformot kezdtek el fejleszteni, és beleütköztek mindenféle csalási kísérletekbe, kerestek megoldásokat a piacon, de aztán nem találtak elég jót, úgyhogy azt gondolták, hogy kifejlesztik saját maguknak. Óriási dolog lenne, azt mondanám, hogy én találtam őket, de ez nem így van. Akkor, amikor a Portfolion befektetett először egy sokkal korai fázisban, akkor én még nem voltam portfóliónos. Ez a kör, amit most csináltak, ez a befektetési kör, ez egy 10 millió eurós tőkeemelést jelent a számukra. És hogy ehhez mi kell, aztán érdekes, nagyon, nagyon egyszerű metrikák alapján ítéli meg a piac azt, hogy mennyire sikeres egy startup. Az egyik talán ilyen legfontosabb, hogy az árbevételük az évről évre kétszereződik, vagy háromszorozódik-e. Az övék igen, úgyhogy ilyen módon ugye mindenki a következő unikornist keresi, félünk kimondani ezt a szót, de hogy most mi azt látjuk beléjük, uh-huh, hogy ők lesznek azok. Uh-huh. És mit kell tudni a befektetőről, mert ugye egy komoly befektetői sikersztori is, nem csak egy startup sikersztori. A Creandumról mindenki csak úgy beszél, hogy a Spotify-nak a korai befektetője, de szeretnénk egy kicsit
így árnyalódna a kép a magyar emberekben, vagy legalábbis a hallgatóinkban, hogy mi ez a kreandum. És miért fontos, hogy ő lépett közös útra a Szeonnal? A kreandum az egyik legnagyobb első vonalbeli európai venture capital firm, és valóban a Spotify mellett olyan cégekbe fektetett, mint a Vivino, vagy a Bolt. Azért fontos, hogy ők fektettek be, mert a Seon számára, meg bárki számára, akibe befektettek, a Crandom egyébként elkezdett elég aktív lenni a régióban. Megnyit piaci lehetőségeket, megnyitja a következő befektetési körben a lehetőségeket. Úgyhogy ez olyan, mint egy jó CV, hogyha látom a valakinek az önéletrajzában, hogy kikkel dolgozott együtt, akkor az már jelent valamiféle szintet, tehát nem ugyanúgy kezelik innentől a Szeont, mint eddig kezelték azzal, hogy benn van a Crandom? Pontosan így van, igen. Aha. Jó, de ez sikersztori a Portfolionnek is, ugye? Hiszen most kapott egy komoly befektetőtársat, vagy ilyenkor nem tudom, vegyesek az érzelmek? Mert hát azért egy mogul jött betársnak, az nem mindig lehet könnyű. Na de akkor nyilván változtak a tulajdoni arányok, és akkor nyilván csökkent a tiétek, nem? Vagy ez mit jelent ez, hogy érint benneteket? Ezekről a számokról nem nagyon szeretnék publikusan beszélni, de tehát jelentős szerepünk van a Seonban továbbra is, és nagyon örülünk a Crandomnak. Nyilván azt látjuk, hogy ebben a pénzbőségben, amit szerintem elsősorban ez a monetary easing hozott el, vagy monetáris lazítás, egyre több versenytársunk van abban, hogy mi fektethessünk be olyan kelet-közép-európai csapatokba, amelyekben benne van ez az unikornis potenciál. És ebben a tekintetben persze a Crandom versenytársunk, de társbefektetőként tulajdonképpen minket is, nem csak a Seont hozzá juttat egy olyan globális hozzáférést biztosít egy olyan globális ökoszisztémához, amiben mi nagyon tudatosan szeretnénk mozogni, építkezni. Ha szélesebbre nyitjuk a spektrumot, és túllépünk egy kicsit a triászotokon, akkor a magyar startup ökoszisztémának, befektetői ökoszisztémának is előnyére válhat az, hogy magyar startupba egy ekkora cég, mint a Crandom belépett? Persze, abszolút, nagyon sok mechanizmuson keresztül, de ami nekem a legfontosabb az, hogy a magyar startup ökoszisztéma szereplői higgyék el, hogy Magyarországról is meg lehet csinálni globális sikereket. Uh-huh. Úgyhogy ez egy kulcs pillanat, azt hiszem. A magyar startup életben is. Uh-huh. Az egyébként publikus, hogy a mostani tranzakció mennyire értékelte a Seon? Tehát, hogy egészen konkrétan mennyire van még az unikorni státusztól? Nem. De kell. Ugye, mi az, ami ezzel kapcsolatosan publikusan elmondható? Nem, a számok nem nagyon mondhatók el publikusan. Uh-huh. Ami fontos, hogy a cégnek van egy jelentős árbevétel növekedése, ahogy mondani szoktuk ebben a szférában, egy hokisztik formájú exponenciális görbe mentén növekszik az árbevétele hónapról hónapra, és nagyjából a Crandom azt várja, hogy talán egy év, másfél év múlva szüksége lehet egy következő körös befektetésre. Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, és
további sok sikert kívánunk a Szeonnak is, meg hát nyilván a befektetőknek is a céggel, és akkor várjuk, hogy kíváncsian várjuk, hogy összejön ez az unikornista. Az unikornist, mekkora tőke érték pontosan, ha nem tudnánk valaki? Egy milliárd dollár. Egy milliárd dolláros tőke érték. Oké, és hány magyar startupnak sikerült ezt eddig megugrania? Ezt eddig egyiknek sem. Na, akkor ezért különösen várjuk, hogy akkor összejön és nagy reményeket. Nagyon jó, hogy a beszélgetés hozzá végére csak kihámozzuk a legfontosabb információt, úgyhogy... Na, okay. Köszönjük, hogy azért ez is kiderült. Szép napot, jó munkát, szervusz. Köszönjük, szervusztok. Bozsonyi Gáborral, a Portfolion partnerével beszélgettünk tehát az elmúlt percekben a Szeonnak a sikereiről, illetve arról, hogy mekkora nagy lehetőség kapujában állnak, és a világ legnagyobb befektetők közül is már bíznak a magyar cégben. Most nézzünk kis cégenergia híreket. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz. Cégenergia. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram- és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata. No, hát nem a végső megoldás a szélerőműveknél a lapátos szélerőmű, mert hogy hát nagyon egyszerűen működik, ugye fúj a szél, megforgatja a lapátot, az megforgat egy generátort, az pedig áramot termel, tök egyszerű. Csak vannak buktatói, például az most már statisztikai tény, hogy veszélyes a madárvilágra, mert hogy sok áll egymás mellett, és így nagyon nehéz navigálniuk a szárnyasoknak közöttük. Ráadásul a turbina lapátok olyan részé a szerkezetnek, amelyeket tehát nehezen lehet környezettudatosan tárolni, és az újrahasznosításuk sem megoldott. Ezért, hát ugye látunk már ilyen híreket a sajtóban, hogy elföldelik nemes egyszerűséggel ezeket a használhatatlanná vált turbinalapátokat. De van egy spanyol startup, ha már startupokról beszéltünk, amely széllapát nélküli turbinákat tervez, furán néznek ki, de mégis működik, úgy írják le a terméküket, mint egy örvény indukált rezgéses rezonáns szélgenerátor. Köszönöm szépen, hogy ezt a kifejezést megismerhettem a magyar rádióhallgatókkal. Más reggeli műsorban alig ha képzelhető el, hogy az örvény indukált rezgéses rezonáns szélgenerátor kifejezés elhangozzék. Szóval a szélerőmű képes generátorral, napenergiával működni, és az elektromos hálózatra is kapcsolható. A Vortex lapát nélküli turbina tényleg nagyon furcsán néz ki, higgyétek el nekem, de megoldaná a fent említett problémák egy részét, mert itt nem a lapátot hajtja a szél, hanem magát a turbinatestet, azt a függőleges hengert, aminek a mozgása elektromosság alakítható át. A hagyományos épületeknél és más ilyen struktúráknál ez hibaként számolódik fel, hiszen egy nagy épületnél nem jó, ha ide-oda kileng, de a turbinánál most kifejezetten előny lehet. Ilyen apró szélerőművekként tekintenek a technológiára, amelyet hát bármelyik hátsó kertben, ha húzatos helyen lakunk, tegyük fel, elhelyezhet az ember, de hát azért az esztétikai kompromisszumot itt is meg kell kötni, mert nem szép, még egyszer mondom, marha jó lenne, ha látnék róla képeket, de... Érdemes egyébként, érdemes, figyelj, én megmondom őszintén, kicsit óvatos is lettem, mikor meglátom, ez a hír, ez... illetve olvastam már erről, de ez egy nappal később érkezett, mint ahogy komolyan április 1-i tréfaként, viccként dobták be ezt. Teljesen más ügyben keresgettem egy madeirai oldalon, hogy ilyenek lesznek Madeirán, és csomóan elhitték, mert ennek van alapja, de ott éppen nem, és tényleg annyira mókásan néznek ki ezek a, na most már látható te is a képernyőn, és köszönjük Zsolcnak, hogy a hallgatók. Jaj, hát a villámkezű technológia. Hát ez... Igen. Tehát tényleg... Hát egy villanyoszlop erdő. Egy villanyoszlop, és nincsen rajta pörgetyű, de még viccesebb videón nézni, ahogy rezonál, ahogy mozog, hát hogy kit mire emlékeztet, az mindenkinek a fantáziája, bírom. De lényeg, hogy ez nem vicc. Ez tényleg vicc volt, lehet, hogy vicc volt Madeirán, ott éppen nem működik.
De ez egy működő technológia, és tényleg ez a spanyol cég óriási reményeket fűz hozzá, és egész komoly szakértők hisznek és bíznak ebben. Úgyhogy majd egyszer szerintem, hogyha beszélünk a magyarországi illetékesekkel, akkor rákérdezünk kicsit mellékesen ennek az alkalmazhatóságára, illetve arra, amit nem találtunk meg, hogy mitől függ, hogy hol működhet és hol kevésbé. Tehát ez a lapát nélküli szélgép, szélerőmű. Úgyhogy vissza fogunk majd meg még rátérni. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája? Nem tudom, miért írja Dóra, hogy ezért hallgatunk benneteket. Ja, de tudom, persze, ez neked szólt, mert ilyen okos dolgokat és szép szavakat mondtok, de nem mondd el harmadszor, szóval, de akkor most már kapcsoltam, hogy miért. Képtelen lennék rá. Írja nekünk Dóra, és Morgan Maci milyen nyelvtörő talált már megint magának, nem egyszerű, de megoldotta, emelem kezem nemes esetre, írja a papa. Lőpapa, akinek a közlekedési infója is megérkezett, de azt akkor majd 8 óra után a hírek után az annak megfelelő helyen fogjuk elmondani. Egyúttal biztatnám a hallgatókat, hogy még aki lát közlekedési nehézségeket, illetve akár nem csak azt, hanem azt is, ha jól lehet haladni, küldjen nekünk, hogy elmondhassuk majd, miután Szoller Andi a legfrissebb híreivel végzett. Az elérhetőségeink a szokásosak, de hát ezt te szereted elmondani. 0-30-20-10-9-09. Most tehát a hírek. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi